Sziasztok! A mai másik videómban szeretnék beszélni egy kicsit azokról az üzletekről, illetve néhány coinról, amibe pénzt raktam. Természetesen nem mint üzleti tanács mondom ezeket, csak én mint érdekesség. Mindenki azt csinál az megosztott információval, amit szeretne. Először is szeretnék köszönetet mondani Attilának, aki felhívta a figyelmet az AG8-as coinra, ami gyakorlatilag annak indult, hogy egy ilyen biztonsági coin, amivel a privát szféránkat tudjuk védeni, és hát valahogy itt november közepe eleje táján ilyen 2,4 centes áron szólt, és hát mit nem mondjak, ez a 6-7 szerezés, 6 szorozás, amit csinált azóta, ez valami fantasztikus. Úgyhogy köszönöm szépen. Persze ilyenkor mindig az ember tehetetlen lesz, és azt mondja, hogy ja, miért nem tudtam, miért nem raktam bele még több pénzt. De hát én úgy gondolom, amikor a potenciál van ebben a coinban, tokenben, simán megéri még így is, és simán tud annyi pénzt hozni, ami igencsak tudja az embernek az életkörülményeit növelni. Nézzük is meg, hogy mi az, amiről szól ez a coin token. 42 millió van most jelenleg forgalomban, és a piaci kapitalizációja az nagyon alacsony, 7 millió alatti. Figyelem, a piaci kapitalizáció ugye az, ami fontos és meghatározza az, hogy egy coin valós értéke mekkora, hogy ez mindig az éppen forgalomban levő mennyiség és az árnak a szorzata. És gyakorlatilag, ami ilyen alacsony piaci kapitalizáció, az abszolút kockázatot jelent. Mert mind a két irányba hatalmasat tud menni, hát lefelé már olyan sokat nem tud menni, még alacsony az árfolyama. De figyelem, tehát hogyha úgy dönt valaki, hogy foglalkozik ezzel a coinnal, akkor azt mindenképpen az abszolút kockázati tőkét használja fel erre, hiszen nyerhetsz akár százszoros, ezerszerest is vele, viszont el is veszheted a berakott pénznek a 90%-át. Ez minden egyes coinra, tokenre érvényes, tehát ami 1 milliárd alatti piaci kapitalizációval, sőt 10 milliárd alatti piaci kapitalizációba alatt van, az ugye azok mind kockázatosak, de amúgy az egész kriptó világ kockázatos. De ami ilyen alacsony piaci kapitalizációval rendelkezik, az még nagyon az elején van az útjának a coin token, bármi lehet belőle, tehát a százszoros, ezerszeres is bent van, meg ugyanúgy a 90% elvesztése is. Két helyen lehet vásárolni, a Probit Globálon és a Bboxon. Ha vásárolni akarsz, akkor természetesen a Probit Globált javaslom, hiszen itt alacsonyabb az árfolyam, nagyobb a napi volumen jóval, mint a másikon. Sajnos a kettő között nincsen átjárhatóság, megpróbáltam innét az AG86-at átküldeni oda, hogy ott eladom, és akkor visszautalom az USDT-t, és akkor még veszek belőle. De hát sajnos ezt nem lehet megcsinálni, különben már csiliárdos lennék, de hát ez a... Jó, tehát elég szép növekedést csinált a coin. Egyébként az all time high az 20 cent környékén volt, most közeledünk arra a szintre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a parabolikus pályáját kezdi el, még csak most, nagyon az elején vagyunk. És mi is okozhatja ezt a növekedést? Itt volt nem olyan rég egy bejelentés azzal kapcsolatban, hogy saját fiat kriptotőzsdét hoznak létre, amin az AG8-at lehet kereskedni, és a top 10 coint, a kripto coint decembertől kezdődően, és nem csak debitkártyával, hanem hitelkártyával is lehet a vásárlást eszközölni. Úgy itt a Binance-en például, hogy ha akar valaki hitelkártyával vásárolni, hát nem fog tudni. Úgyhogy ez is egy könnyebbség. És a másik nagyon fontos
dolog az, hogy egy decentralizált váltót is fognak csinálni, ami 2022 első negyedévében fog létrejön és működni, és amerikai állampolgárok részére is elérhető lesz. Ami ugye tudjuk, hogy Amerikában mennyire szeretik a kriptot, és mennyire megteszek mindent, hogy akadályozzák az ottani embereknek az ilyen jellegű befektetéseit, főleg az SEC, úgyhogy ez egy hatalmas dolog lesz. És amúgy meg az, hogy a fiat és a kriptó világot összekötő üzleteket, amúgy is imádom, ezt hallhatátok több videómban is, ugye a Szafírban is, ebben is ezért kezdtem bele, illetve az Upliftnek az első projektje is ilyen projekt lesz, és abszolút pénzt szeretnék abba is belerakni. A másik nagyon jó hír az, hogy egy stabil coint is kihoznak, ami arany által lesz fedezve, ami svájci arany, gyakorlatilag nem tudom, a 71-ben Nixon brilliáns művelete után, miután a dollár mögül kivette az aranyfedezetet, végre lesz egy olyan fizetőeszköz, amit ismét ami aranyfedezettel lesz. Szerintem ez is egy hatalmas dolog, hogyha ezt meg tudják valósítani. Jó, nézzük azt, hogy milyen potenciál van benne, mert itt azért az emberek elhamarkodottan vagy alapok nélkül esetleg gondolhatják, hogy én itt százszorozok, meg ezerszer ezekről beszélek, de nézzük meg azt, hogy a piaci kapitalizáció szerint milyen coinok hol tartanak, és nézzük az ötödik oldalt, ahol már a 400. coint mutatja a sorban, még ezek is 159 milliárd dollárról tanúskodnak, hogy ennyi a piaci kapitalizációjuk. És el kell mennünk egészen a hatodik oldalra, és ott is az 500, hányadik? 516. az a Step Finance, ami 100 milliárd dolláros, 100, nem milliárd, 100 millió? Igen, 100 millió, bocsánat. 100 milliós piaci kapitalizációval rendelkezik, és hogyha visszamegyünk az AG8-ra, én úgy gondolom, hogy a top 500-ban simán be tudja verekedni magát az elkövetkező egy évben, és hogyha ezt nézzük, akkor ugye a 100 milliót, hogyha elosztjuk, a 6-6-18-7-58-al, ugye most 6.618.000 a piaci kapitalizáció, két 15 szörözés az, amit jelentene az, hogyha több top 500-ba behúzna magát, de én úgy gondolom, hogy az előbb felsorolt tervek alapján még ez jóval magasabbra is mehet. De hát ugye a kriptóban bármi megtörténhet, figyelni kell a dolgokra. Jó, nézzük a következő üzletet, az Omega Digital. Itt, hogyha megnézzük, ezt akartam mutatni, az elmúlt 30 napban 29,63%-os teljesítményt mutatott, és ugye, hogyha megnézzük, hogy a Bitcoin mit csinált ebben az idényben, és ugye vele egyetemben a legtöbb kriptó követte ezt a trendet, azért ebben a november-december időszakban eléggé lefelé irányú trend volt, hogy vagy tud shortolni a bot, amit használnak, vagy nagyon ügyesen csinálták a dolgokat. Szép eredményt hozott, és ha megnézzük itt a napi bontásos százalékokat, itt negatívot jelen pillanatban nem látunk, úgyhogy nagyon ügyesen kivédte ezt a lefelé irányuló trendet, vagy kihasználta a shortolás lehetőségét. Ami ugye mindig is veszélyekkel csektet, de hogyha valaki tudja, mit csinál, akkor az nagy nyereséget hozhat, és akkor ugye a november az 20,77%-kal
zárt, és hogyha talán nem lépett még ki, hogyha az októbert megnézik, az meg 20,57-59, hogyha az elmúlt két hónapban 20-20% fölött hozott, úgyhogy ez most már a kezdeti nehézségek után nagyon jó váltás volt ez a botváltás, úgyhogy szuper. Azt hiszem 0,002 bitcoin a legalacsonyabb csomag, amit lehet venni, és ennek a duplájáig működik a bot. Fele a befizetett összegnek az MLM részben, vagy a másik fele az, amit növel napi szinten. Én most ugye 0,008-at fizettem be, tehát a befizetett összegem közelébe kerül lassan, tehát itt egy-két hónapon belül elérheti azt a szintet, és akkor utána még egyszer annyit fog menni. Úgyhogy ez is azért jó pár hónapig tart, még a berakott összegnek a dupláját kitermeli, de hát nem futunk sehová, ez itt teljesen jó. És közben ugye bitcoint kapsz, közben a bitcoinnek az árfolyama jelentősen ment, azt hiszem $300 fizettem be, most van ez 0,006698-szor, mennyi a bitcoin? 56.800, ez már $380 ér, tehát hogyha kivenném az összeget, akkor már kis profitban lennék. Jó, nézzük a következőt, a Lords tokent, és a... ezt inkább így húzom össze. 17,5 dollárcenten vettem, most 9,96, mármint centben, úgyhogy majdnem felére esett az árfolyama, de amint annó mondtam, ezt azért vásároltam, mert a rendszerükön átfolyó tranzakciók költségének 50%-át szétdobják azok között, akik a tokent nem tudom, hogy stake-elni kell-e, vagy csak tartom a Metamaskomban, de majd, hogyha eljön az idő, akkor azt is megnézem. Ebben is néhány nap múlva, pontosan kicsit több mint 4,5 nap múlva kezdődik a különböző karaktereknek, a NFT-knek a mintelése, úgyhogy ez még lehet egy lehetőség arra, hogy az ember pénzt keressen majd hosszabb távon, illetve a beta tesztelése megy a játéknak, ami egy ilyen 8 bites, felülnézetes, harcolós kis akármi. Úgyhogy aki akar, tud vele játszani. Jó. Ja, Uplift-tel kapcsolatban annyi, hogy ugye az előző videóban mutattam a KYC-t, már el is fogadták, úgyhogy nem kellett egy óra sem hozzá, hogy sikeres legyen. Nem küldtek levelet meg semmit, csak véletlenül benéztem, és itt láttam, hogy itt változott a felirat, és akkor néztem meg, hogy mi van. Gyakorlatilag, hogyha elfogadják a KYC-t, akkor itt ezt megnyomod, akkor ugye az ajánló linkedet kimásolja, és ha valakinek csak az Uplift vagy a DAO üzletet szeretné tovább ajánlani, akkor ezzel kell, és akkor így az ajánlói bónuszod az alapján fog nőni majd, hogy hány emberrel osztottad meg ezt a dolgot. És akkor menjünk az utolsó videó, a search-ről csak annyit, hogy ez valami baromi rossz húzás volt tőlem. Itt 4000 környékén szálltam be, gyakorlatilag nem tudom, 90%-ot csökkent az árfolyama, nem adtam el, olyan sok pénzt nem raktam bele, bízom benne majd, hogy talán megfordul a dolog. És akkor az utolsó üzlet a Hyperfund-dal kapcsolatos. A Hyperfund vezetősége is nagyon jól látja azt, hogy a play to earn, a metaverzumok, az NFT-k, azok, ami felé megy a világ, és nem csak a Facebookból lett meta, a Twitter igazgatója is a metaverzumot akar létrehozni, mindenki most ebben próbál kiigazodni és valami előnyt elérni. A videó, ami fönt van az oldalon, amit valamelyik előző videómban talán mutattam, vagy nem, itt a Watch Trailerrel meg lehet nézni, hogyha az játékon belüli videó, akkor már elég előre haladott állapotban vannak, nem biztos, hogy
hogy az mondjuk a trailer szóból nem az következik, hogy az egy in-game footage, de a lényeg az, hogy ők már azért egy ideje dolgoznak ezen, és most a Hyperfun-nak az üzleti része integrálódik magába ez a Hyperverse-be, ahol 6, nem 5, 4, 5, igen, 4 lépésben csinálják ezt, meg december 1-én indult, gyakorlatilag úgy nagyjából mindent lezártak, belépni sem lehetett, aztán másodikán már be lehetett lépni, illetve tagságot lehetett vásárolni, visszaforgatást még nem, azt a mai nap reggel már lehetett, ezt meg is csináltam, a feleségem fiakjába pont lehetett egy 50 HU-s visszaforgatást csinálni. Ugye negyedikére tervezték ennek a befejezését, de mivel hamarabb ment, már elkezdték a második fázist, ami 6-áig megy, itt a Hyperpass vásárlást, a konverziót, a kikérést, illetve a másik a fiókokba való átutalást fogják visszaállítani, illetve a felhasználók információi és profilját lehet majd frissíteni, és akkor 10-éig tervezik a hármas fázist, ahol belső transfert és a fiók össze kapcsolását fogják megcsinálni, illetve ami még nagyon fontos az, hogy 5-én, ami mi időnk szerint azt hiszem 6-a reggel 7 óra talán, lesz egy Zoom konferencia, ahol Sam és Ryan a tulajdonosok, kettő, azt hiszem 4 tulajdonos közül, és beszélni fog arról, hogy ez az egész Hyperverse, ez miről szól, és hova haladunk, és mi lesz, fantasztikus, jó dolgot hoznak szerintem létre, illetve most van egy kis ilyen szerencsijáték, dolog 5 USDT-vel, TRC-20-assal, tehát Tron hálózatról küldött 5 dollárokkal lehet részt venni. Itt a cím 9-éig lehet befizetni, és jelenleg 28 ezer, azt hiszem, valahol itt volt 28 ezer dollár van a nyeremény alapban, és 3 ember nyeri meg, hogyha valaki szeretné ilyen szerencsejátékot játszani, akkor ezt meg lehet játszani. Jó. Körülbelül ennyit szerettem volna ma az üzletekről mondani. Szerintem jól haladnak az üzletek, jó felé megyünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!